Az idei többnapos községnapi rendezvénysorozat hivatalos eseményei az oromhegyesi Csákóhalmi megemlékezéssel kezdődtek. Az esős időjárás miatt azonban a domb megközelíthetetlenné vált, így a faluházban tartották a szokásos ünnepséget. Közreműködtek a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület tagjai. Köszöntő beszédet Húsvár Ervin alpolgármester mondott, aki kiemelte, a Csákóhalom kitüntetett helye a községnek. Ez ugyanis földrajzilag a község legmagasabb pontja, ugyanakkor szellemi tartalmakat is kapott. Eszerint pedig a Csákóhalom az itt élőknek megtestesíti a síkságból kinövő, az ég felé forduló emberi szellemi igényét. Olyan hely ez, ahonnan egy szűkebb pátriánk minden szöglete körbejárható tekintetünkkel. A Csákóhalmon közelebb vagyunk az éghez, mint bárhol a környéken. Az évenkénti emléktáblaavatás nem túl régi hagyományunk. Volt 4 év, amikor nem volt része a községnapi programsorozatunknak. De az, hogy most már évről évre újra közösen ünnepelünk, olykor most a időjárási körülmények között, pont annak a jele és szemléletes igazolása, hogy bizony a hagyomány, a községépítő erővel ötvöződik, mindenkoron megtalálja helyét és szerepét az emberek tudatában. Emlékezteti az itt élőket a közös sorsvállalásra, az elődök munkájára és a térséghez kötődő gazdag múlt megélésére. Az emléktáblára kerülő korok és századok sorában idén a 11. századnak állítanak emléket a szervezők. Magyar Kanizsa első írásos emléke ugyanis 1093-ból származik, így tehát ez az évszám és a Knesa elnevezés került a táblára. Kanizsa név szláv eredetű, a knész, knezsev szavakból vezethető le, ami jelentett vízfolyás, birtokot, de kapcsolatban lehet a kenész tisztségnévvel is. A magyar honfoglalás után az első írott forrásokban Knesa, illetve Kenesa alakban jelent meg, és egyik azon szláv helyiségneveknek, amelyek a Tisza mentén fennmaradtak. Szintén hétfőn az ünnepet megelőző este a Városháza előcsarnokában megnyit Pósa Károly grafikus művész önálló tárlata. A magyar kanizsai utcákat, házakat, ismert helyeket megelevenítő rajzokat tartalmazó kiállítást Valkai Zoltán nyitotta meg. A műépítész kiemelte, a város ábrázolásoknál általában a tér dominál, Pósa Károly azonban most inkább a múló időt érzékelteti. Azt, akit szeret az ember, azt aprólékos gonddal figyeli meg, és próbálja megrajzolni. És azt hiszem, hogy ha itt a képeket megnézegetjük, akkor az a szándék is nyilvánvalóvá válik, hogy nem a szépségre törekedtem, nem a kirívó épületeinket akartam megragadni, hanem a repedéseket, a lehulló vakolatot, a múló időt, ami hozzátartozik a városunkhoz. Tehát Kanizsának a ráncait akartam megörökíteni, ezt az őszies, őszbehajló, kicsit megfáradt Kanizsát, ami minden jellegzetességével együtt is azért a mi szerethető városunk. A kiállításhoz a zenei aláfestést a Keszég Ákos Szerda Balázs duó szolgáltatta. A község idei évi nyilvános elismeréseinek átadására október 20-án kedden került sor a Városháza dísztermében. Az ünnepre hívott vendégek között jelen voltak tartományi és minisztériumi tisztségviselők, a szomszédos községek és a helyi közösségek vezetői, valamint testvérvárosi küldöttségek. Magyar Kanizsával együtt ünnepelt Felső Zsolca, Budaörs, Kiskunhalas, Királyhelmec, Nagy Kanizsa, Röszke, továbbá Ferencváros, Tata és Sepsiszentgyörgy önkormányzati küldöttsége. Az elmúlt 1 év önkormányzati eseményeiről, döntéseiről idén is kisfilm adott számadást, majd ezután dr. Bimbó Mihály polgármester tartott ünnepi beszédet. A nehézségek arra valók, hogy megerősítsenek bennünket. Ez történt közösségünkkel, a menekült áradat okán is. Köszönöm, hogy megértéssel fogadták önkormányzatunk döntéseit. Köszönöm, hogy türelemmel és méltósággal viselték a kialakult helyzetet. És köszönöm,
hogy a polgárok révén Magyar Kanizsa újra bebizonyította, a legnehezebb időkben is ki tud tartani, és ha kell, önerőből oldja meg a felmerülő problémákat. A jelen ünnepség díszvendégei az idei nyilvános elismeréseket elnyert polgárok és egy civil szervezet képviselői. A hozzájuk köthető munkásság minden olyan értéket képvisel, melyet nem csak önkormányzatunk, de községünk is elismerést támogat. Az ő életútjuk és a szervezet története az bizonyíték arra, hogy a körülményekre hivatkozva kibújni a kötelezettségek és a feladatok alól nem megoldás. Hogy a tetrekészséget mindig siker koronázza. A községi képviselőtestület döntése alapján idén pénzjutalommal együtt járó Pro Urbe érdeméremben részesült a magyarkanizsai Péter Béla nyugalmazott műszaki nevelés tanár. A díjazott a polgármestertől vehette át a rangos elismerést. Köszönő oklevélben többen részesültek. A magyarkanizsai Farkas István kántor, hitoktató, aki egyházi kórust alapított, de nevéhez fűződik a Jó Pásztor Testvérek Társaságának megalapítása is. Köszönő oklevélben részesült Csubrilo Jován, a magyarkanizsai önkéntes tűzoltó egyesület elnöke, Palkovics Mihály, a Martonosi Testvériség Művelődési Egyesület vezetője is köszönő oklevelet kapott több évtizedes kulturális társadalmi tevékenységéért, ahogyan az adorjáni Borsos Csaba is, aki helyi közösségi elnökként szívén viseli a település fejlődését, a kulturális és sportélet fellendítését. Meglepetésként érintett, nem is gondoltam rá, de nagyon örültem, hogy volt tanítványaim ajánlottak, akik ismertek, és együtt dolgoztunk annak idején gyerekekkel. Nagyon szerettem a munkámat és a gyerekeket, mert az alapja minden pedagógiának az, hogy szeressük a gyerekeket, és az együtt való, velük való munka mindig örömet jelent, nem csak a gyerekeknek, hanem nekünk is, hogyha szeretettel műveljük. Az idei évben nem csak magánszemélyek, hanem egy civil szervezet is a kitüntetettek között szerepelt. Köszönő oklevélben részesült a kispiaci Jókai Mór Művelődési Egyesület, amely 1966-ban alakult, és a tánccsoportok mellett ma már népdalkört, kézimunkacsoportot és könyvtárt is működtet. 1966-ban alakultunk, azt jelenti, hogy jövőre leszünk 50 évesek, és tehát ez egy picit előrehozott ajándék az 50 évért. Én azt gondolom mindannyiunknak, akik az 50 év alatt a Művelődési Egyesületben tevékenykedtünk, mi mindannyian kaptuk ezt az elismerést, nem csak az Egyesület jelenlegi munkájáért, hanem az 50 évért, és mivel a jelölés Kispiacról jött, természetesen azok az emberek, azok, akik legjobban látják a mi munkánkat, és ezek szerint értékelik is, és nekünk ez egy nagyon jó leső érzés, és nagyon köszönjük mindenkinek, akinek eszébe jutottunk, akik érdemesnek tartottak bennünket erre a díjra, és jelöltek bennünket. Felső Zsolca ebben az évben is pénzjutalmat ajánlott fel egy községbeli tehetséges tanulónak. Dr. Tóth Lajos polgármester a 100 000 forintos adományt az Oromhegyesi Német Eszternek adhatta át, aki több tantárgyból is kiemelkedő eredményt ért el általános iskolásként. Az elismerések átadására szervezett ünnepi műsorban közreműködtek a Jován Jovanovics Máj általános iskola diákjai. Bosznai Zsuzsi népdalokat énekelt, Kovácsevics Vaskrszia és Dunya pedig gyermekdalokkal tette szebbé a rendezvényt. A hagyományos halásztéri koszorúzás sem maradt el. Magyar Kanizsa eredeténél a város legmagasabb pontján az önkormányzat, a testvérvárosok, az intézmények képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit. Október 20-án délután a Dobó-Tihamér képtárban kiállítás megnyitóra várták a községnapi rendezvény meghívottjait és a művészetkedvelőket. A szabadkai születésű szagmeister Péik Laura legújabb festményeit vehette szemügyre a közönség. A tárlatot Valkai Zoltán műépítész és Ninkov Kovacsev Olga művészettörténész nyitotta meg. 4-5 év termése,
Egy része a tárlatnak látható volt Zentán, Szabadkán és több helyen. Aztán most az utóbbi 2-3 éve bővítettem ki újabb képeket, és akkor most ebből egy ilyen inkább tematikusan válogatott tárlat. A községnapi rendezvénysorozatot Vidám percek zárták. A Művészetek Házában ugyanis a budapesti Vidám színpad vendég szerepelt a Szerelmes Nagykövet című vígjátékkal. Bötis, milyen érzés komornyitnak lenni? Parancsol. Úgy értem, nincs tele a hócipője azzal, hogy mások házában lakik. A legkevésbé, és ami nyilván tudja, a saját lakrészem van a kert végében a garázs fölött, a lakásom... Jó lehet neked, hogy egy kicsit, de kényelmes a munkával itt végzem, de meg kell jegyeznem, hogy nagyobb háztartáshoz szoktam. Valóban? És hol dolgozott eddig? A főbb szerepekben Gregor Bernadettet, Straub Dezsőt, Nyertes Zsuzsát, Farkasházi Rékát és Beleznai Endrét láthattuk. Jövök már, jövök! Nézd, milyen szép, ugye? Nagyon szép világos szívem. Tudod, mit ott eszembe ezekről a virágokról? Nem. Mikor indul a vonatot? Még rengeteg idő, vagy csak fél évre kell kijönnöm a pályaudvarra. Ki vihetnek? Nagyon kedves vagy, Harry, de ne fáradj, de minek úgyis útjába esik a városba mennek, és megígérte, hogy letesz. Még 10 percen van, mindent összekultam, addig megkóstolom Perkins csodálatos limonádéját. Köszönöm szépen.